sok hónapnyi várakozás előzte meg az Egészséges Fejből zenekar legújabb lemezét, ami igazából ugye régi dalok új köntösben. Beszélj picit arról, hogy mennyire új köntösben, mégis mit kell tudni erről a lemezről. Először is teljesen új felvételek, régi számok, saját stúdióba készültek el, így volt időnk az előzőekhez képest hosszasan és aprólékos állítgatás után mindent, amit elképzeltünk, azt fölvihettük az új anyagra. Így nagyjából úgy néz ki, ahogy mi szeretnénk, úgy szól. Bár minden zenész nem vagyunk megelégedve 100%-osan, de úgy érezzük, hogy ez most jól sikerült. Raktunk bele módosításokat, apró változtatásokat már akkor, amikor kész voltak, amik akkor felmerültek, meg amik azóta belekívánkoztak, azt most megcsináltuk. És minek volt köszönhető ez a nagyon hosszú várakozás? Ugye már úgy volt, hogy már esetleg nyáron megjelenik, aztán csak évvégére. Megyünk őszintén, hogy nem voltunk megelégedve a nyár elejé próba felvételekkel. Hiányoztak belőle dolgok, de nem voltunk megelégedve. És ennyi idő kellett, míg kiforta magát. Mi mindent összeszedtünk ahhoz, hogy ez így szólhasson. És ez a lemez, ez gyakorlatilag azt a hangulatot adja vissza, amit a koncerteken ugye az új koncepció szerint lehet hallani és látni? Sőt, így van, sőt olyannyira, hogy ugyanezt fog megszólalni majd a 20. december 27-ei koncerten is, ugyanebben a minőségben, ugyanezekkel a hangszerekkel, ugyanígy, amit hiányoltak, vagy mondták az előző Maxival kapcsolatban, hogy nincs benne élő hangszer, ami akkor sem volt igaz, de most egyenesen bepótoltuk ezt, és minden hangszer rajta, a hegedűtől a tárogató, a tekerőlant, a citera, a furúja, ezek mind élő hangszerek. Ugye véget ért az év, gondolom tervezitek a jövő évet, hogy milyen koncertek. Lesz-e esetleg valami lemezbemutató sorozat, vagy? Igen, most megint azt mondom, hogy terv be van véve, hogy most már összeszedtük azokat a kellékeket, ami kell a új anyaghoz technikailag. Az új anyag is 70-80%-ig kész van, tehát annak a felvételét, ha minden igaz, akkor tavaszra szeretnénk elkészíteni. És ezen a lemezen ugye nem kaphatott helyet minden egyes Fejből sláger. Mi alapján válogattátok ki? Igen, sokat gondolkodunk, hogy csináljuk ezt. Ugyanis szeretnénk, hogyha úgy áll majd a dolog, az összes többit így földolgozni, azaz átküldeni a saját stúdiónkon, hogy minden úgy szóljon, ahogy szeretnénk. Ez a mostani 12 szám úgy lett kiválogatva, hogy melyik népzenés, illetve pontosan melyik a nemzeti rocknak a kezdetekor megalkotott számai, tehát téma szerint válogattunk. Ezek nemzeti rock számunk, nem oly számunk, nem a vidám Fejből számunk, hanem kimondtan kapcsolódik a történelmi tradíciókhoz. Témájában lettek egybe válogatva. Köszönöm szépen, és rengeteg látogatót és illetve CD-vásárlót kívánok nektek. Hát köszönjük, remélem, hogy sikerül majd, és hát boldog ünnepeket mindenkinek. Viszont kívánjuk. Köszönjük, sziasztok!